Oh my god. You got hella bitches. Oh my god. Thank you. Bye bye. So long. Amsterdam. Peter Santo, and I would like to check him. Wow. Azt nézzétek, mit kaptam. Kis csokkék, meg makaron. Melyiket kóstoljam? Legyen ez. Nem szeretem a makaron, de ez jó. Na, nézzük meg hova tovább. Oh, de előtte a room tour. Tehát láttátok, ott jöttem be, és egyből van két ilyen lépcső. Úgy innen van a... Ez ugye mindig nagyon fontos, hogy milyen a fürdőszoba, szerintem ez eléggé rendben van. Na, menjünk tovább. Tetszik mindig ez a háttérvilágítás, jó nagy tévé. És ott van, innen nem nagyon látszik, de van USB, úgyhogy be tudom tenni ugye a filmeket és nézni a nagy monitoron, ez mindig baromi jó. Ágy. Ah. És persze a kilátás, ez a mindig a legfontosabb. És most feljöhettem ide a tetőre, ugye ott van, ahonnan most megérkeztem, és ez nem csak olyan nagyon király kilátás, de a saját kertjük, ugyanis van egy Michelin csillagos séf az étterem a hotelbe, és ez az ő kis saját kertje, ugye majd most tavasszal kezd el virágozni és termelni. Most, amit mutatni fogok, az pedig az, hogy ez konkrétan ma lett felszedve, és ez egy élő fal. Nagyon szeretem az ilyeneket, de egyrésztről baromi drága, költséges. Ezt a videó setupot nézzétek, ugyanis most a pakolásról lesz szó. Itt beraktam az iPhone-t, és itt tudok mindent mutatni, illetve ebből a szögből is láthattok majd dolgokat. Na. Előre például azokat szoktam pakolni, ami lehet, hogy úgy közbe kellhet, vagy pedig máshova nem fér. Ez most nekem jelenleg itt a mindenféle technikai kütyüm van, például ezen fogom nézni majd a filmeket, ha lesz rá időm. A régi badge-ek, Wolf Summit Speaker, töltő, az egyik legfontosabb, ugye mindenhez. És most ezt olvasom, olvassátok el. Nagyon inspirál ez a könyv, hogy akár én is írhatnék ilyet. No. Azért szoktam előhagyni a kis csomagokat, mert ugye ellenőrzésen úgyis át kell menni, és akkor jó, hogyha kéznél van. És fontos, hogyha, főleg most én ugye olyan helyeknek van, nagyon változatos az időjárás, hogy ilyen úgynevezett rétegesen csomagoljunk be, például attól függ, hogy miket hogy hordunk, és ez nagyon sokat tud segíteni a pakolásban. Itt van a többi ruhám, ezeket már most két napig vagyok, mint kiveszem, és csak így be tudom rakni. Nagyon egyszerűen visszarakni, még szinte ki sem kell hajtogatni. És hát ugye itt vannak a cipők, ez most a nagyobb cipő, és még így is befér. Viszont ami miatt amúgy ugye fel kellett adnom csomagot, az a drón, mert Budapestről, ha van drónod, csak feladott, hogy gyásszam meg, és ez itt van benne. Alulra én beraktam itt ugye, ahogy megy a sín, azt most nem olyan látjátok, de beraktam egy esernyőt, hogyha kell, bármilyen adapter, ki tudja mikor, hol történik, és itt mivel most fogok edzeni, hoztam magamban egy kis port, amit külön raktam. Igazából ez a csomagolás, ami nagyon fontos, hogy előre megtervezem azt, hogy mit fogok felvenni az adott helyeken. Egy plusz váltást hozok be, az egyik pólómmal pont történt is valami, hogy leettem. Talán még egy dolog, hogy vizernél szokott lenni, hogy az extra ugye, kis csomagodat az betetetik fel, ezért kalkuláljátok bele, hogyha velem ilyet csinálok és nem lehetne bezárni, akkor igazából kapásból az összes ingemet, zakómat és még a kabátomat is fel tudnám venni, és úgy meg már bőven lenne hely. Remélem segítettek egy kicsikét ezek a tippek. Living your life like it's driven by views and lights and how much you flex. I'ma be honest, see I was so caught up making me stress, hoping that one day they bring on my knee, I could arrest. But who is a man in the mirror? So much can change in a year, but if for some reason I die now, then
Egy dolog, amiről beszélni szeretnék, azok az otthoni munkák, amiknek az ellátásában igazán béna vagyok, amikor utazom. Éppen ezért egy nagyon fontos dolgot csinálok meg, mégpedig azt, hogy mielőtt elutazom, igyekszem annyira előre dolgozni, amennyire csak lehet. Ez azt jelenti, hogy rengeteg ütemezett e-mailt csinálok meg, megbeszélem a csapatokkal, ügyfelekkel, milyen feladatok vannak az adott egy-két hétre szabva, és az alatt, amikor megutazom, igazából telefonon nagyon könnyen elérhető vagyok, és úgy tudunk beszélgetni, egyeztetni. Telefonomról ugye lehet e-mailezni két session között, de nyilván nem olyan a produktivitásom, mint az otthoni rutinban, ezért bármilyennyi időre is mész el, nézd meg, hogy az alatt miket kell csinálnod, illetve amikor visszajössz, mi fog várni, és amiben tudsz, blokkolj mondjuk egy délutánt vagy egy napot, amennyi időre úgy érzed, hogy szükség van, és azokat a feladatokat pedig végezd el. Ja, és most éppen Amsterdamból, a The Next Webről köszöntem be, ahol megkaptam az összes badge-emet, speaker, full access, minden, úgyhogy... That's why I'm so self-aware, and that's why it's so necessary to cherish and love yourself first, cause there is just way too much hate in the air. Y'all make it clear, huh? I just wanna know where my time is. You low chasing holes in your diamonds. Mindjárt elkezdődik a kerekasztal workshopom, és mivel látjátok, hogy mennyi meeting, meg találkozás megy körbe, gondoltam, hogy arról beszélek, hogy amit ugyanúgy érdemes előre egy üzleti úton, főleg a konferencia is van benne megcsinálni, azok a meetingeknek a megszervezése. Most is nagyon jó tudni, hogy nagyjából egy olyan 20 ember fog eljönni erre a workshopra, kivel tudunk találkozni, de általában a konferenciáknak vannak itt apjaik, amit le lehet tölteni, vagy a weboldon, és már előre tudsz találkozókat szervezni, I just had to know what your vibe is. For everyone who doubt me, don't you bring that shit around me. Oh my god, you got hella bitches. Oh my god, got so many friendships. Oh my god. Még egy apró dologról szerettem volna beszélni, ami viszont nagyot tud ütni, ez pedig a ajándékok. Ugyanis bárhol jársz, valami kis szuvenért vehetsz, ugyanúgy a konferenciákon a szervezőknek adhatsz, vagy egy nagyon jó trükk, hogyha hosszabb útra mész, hogy vegyél egy gumimacit, vagy bármilyen gumicukorcsomagot, és adod a stewardessnek, és csak köszönd meg, hogy itt van, és segít neked. Ugyanúgy haza is vihetsz a barátoknak, üzleti partnereknek egy mágnes valami. És ezek az apróságok néha nagyon emlékezetesek tudnak lenni. Mivel egy utazás általában elég feszített tempont igényel, ezért mindenféleképpen úgy kalkuláljatok, hogy legyen benne pihenőidő. Én most például eljöttem a konferenciára még az esti networking eventek előtt, és annyit csinálok, hogy ez a bringás. És annyit fogok csinálni, hogy kicsit járkálok a városba, feltöltődöm, gondolkozom, és még egy ilyen power nap-et is beiktatok a hotelszobámba. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy ezeket az időket így betervezzétek, mert ez fog segíteni abba, hogy amikor ott kell lenni, csinálni kell, networkölni, bármi, akkor legyen energiád. Pihenés mellett beszéljünk a feltöltődésről, a kaja, meg edzés. És most épp ugye reggelisnitteket vágtam be, de szerintem az egyik legfontosabb, hogy olyan helyen legyünk, ahol tudunk reggelizni, tehát ne siessünk. Ez igaz otthon is, bár ugye többen máshogy csinálják, de itt én úgy gondolom, hogy utazáson még inkább tényleg igaz az, hogy a reggeli a legfontosabb, mert ugye rengeteg mindent fogunk csinálni, pörgünk egész nap, ezért ugyanúgy, ha más nem, legalább ez legyen a rutinunkban, hogy egy kicsit leülünk, tudunk olyan tápértékeket bevinni a szervezetünkbe, amikre szükségünk van. És ezzel indulunk neki az egész napnak. Mellette pedig a másik dolog az az edzés. Ez a legegyszerűbb jele annak a szervezetednek, hogy igen, pöröksz, meg legyen annyi vér a szervezetedbe átmenjen, úgyhogy például futtok, az egyik legjobb
ilyen kis trükk alapszal, vagy ahogy megérkeztek a szállásotokra, menjetek el futni, fussatok el akármennyit, 10, 20, 30, 60 percet, de ezzel ugye eleve, hogyha mondjuk időeltolódás van, és jót tudtok tenni magatoknak, és belekerültek egy jó körforgásba. Itt a hotelben van edzőterem, én is edzettem a reggel, oda nem vittem kamerát, de berakok most nektek pár snittet, hogy hogy néz ki. Nem, nyilván nem egy teljes értékű edzőteremről van szó, de legalább néhány gyakorlatot el tudtam végezni, ami így jó reggel, mert most amúgy már indulok a reptérre egy fél órán belül, és irány Montenegro. I'm the black sheep in the backseat, who ain't happy, living life like a happy athlete, killing everything that distract me, I got fast feet, try to catch me, see me at the track meet, hop into the back of the taxi, told him on the way to the top, can't a motherfucker match me, work ethic perfected, it never lies, that's why I can't hang with none of you guys, wasting your time while I'm counting my rest.